Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Vladan Filipovics játékos ügynök, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó sokat utaztál az elmúlt hetekben, és nagyon sikeres elmúlt heteid voltak, hiszen a játékosai többsége úgy tudott eligazolni, hogy szakmailag és anyagilag is feltehetőleg nagyon jó üzleteket kötöttél, illetve kötöttetek. De egy kicsit beszéljünk részletesen arról, hogy mi minden történt az elmúlt hetekben, merre jártál? Voltam Kínában. Voltam Amerikában, meg több országban, Európában voltam. És Koreában is, igaz? Koreában a partnerem Szabó Tibor ment, a Fettesi Robert, oda nem mentem, mert pont akkor Kínában voltam. Hogyha mondjuk egy turista szemével nézzük ezeket az országokat, akkor ezek nagyon különböző világok, Kína és Amerika, vagy mondjuk Korea és Európa. A te szempontodból, a menedzser szempontjából mennyire különbözőek ezek? Ha turista szempontjából, akkor az Amerika mindenféleképpen, ez egy ilyen, meg Chicago nagyon szép város, nagyon jó város. Menedzseri szempontjából azt mondom, bármelyik országból lehetett üzletet kötni, és ahol a játékos is, hogy mondom, jól érzi magad, meg anyagilag, meg szakmailag jól fog járni. Most az előző éveken nézve ez nem volt olyan jellemző, hogy távoli országból, keleti ország, vagy Amerikából magyar játékosok igazolnak, de most pláne, mert téli játékos időszak Európában nagyon rövid, mert január 31-ig volt, és több országban, mint a Kína, Korea, Amerika még mindig tart, és azért is több lehetőség van ilyen országban vinni játékosokat. Azért kérdeztem egyébként, hogy turista szempontból, illetve a te szempontodból, a játékos ügynök szempontjából mekkora a különbség, mert ugye ezek nagyon különböző kultúrák, és a tárgyalásoknak a kultúrája is teljesen más ezekben az országokban. Mennyire kell neked felkészülni arra, hogy hogy zajlik egy tárgyalás, hogy hogy kell bemenned, hogy hogy kell köszöntened a tárgyaló partneredet, hogy mi jelenti az igent, mi jelenti a nemet, tehát mennyire kell erre előre felkészülni ezeken a vidékeken? Hát nagyon sokat, mert amit mondtad, hogy más ország, más kultúra, másképp kell tárgyalni is, másképp kell a klubokat is beszélgetni, mert különböző emberek így is, mondom, egy országon belül is, attól függ, melyik csapathoz mész, másképp is lehet ott tárgyalni, de én nem tegnap óta csinálok ezt, és már nagyon sok helyen jártam, tényleg nagyon sok kontinensen is körülbelül, most már nagyjából tudok, mit kell, hogy kell csinálni. Tehát akkor nem ért semmilyen meglepetés ezzel nem. kapcsolatban. Nem. Ugye a legnagyobb üzlet, azt nyilatkoztad, nem csak anyagi szempontból, hanem egyébként is Huszti Szabolcsal kapcsolatos, aki most visszamegy Kínába, az egyesületek, korábbi egyesületek kereste meg, és mindenféle összegek röpködnek a levegőben. Attól kezdve, hogy 1 milliárdot fog keresni, azon keresztül, hogy 500 000 eurót, vagy 1,5 millió eurót fizettek érte, mindent hallunk. Mindig pletykák vannak, én erre nem akarok és nem szeretném nyilatkozni. Egy dolog csak szeretném hozzátenni, hogy nyilatkoztam, hogy egyik legnagyobb sikerem ezt az igazolást, de nem anyagilag gondoltam, abszolút, hanem ez, hogy amit utána is mondtam, hogy a mai világban, pontosan a kínai piacon, most a kínai csapatok bármelyik játékos lehet mondani, tudnak igazolni. Lehet, hogy van 5-10 játékos világon, aki nem szeret oda menni, Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, ezek nagy sztárok, de a többi játékosok lehet mondani, hogy sorba állnak, hogy Kínába igazolnak. Mert megvan az anyagi háttér. Megvan az anyagi háttér, és azzal is mondtam, hogy egy ilyen nagy konkurencia mellett, úgyhogy nem régen csökkentettek a külföldi játékos számát, egy magyar játékos tud oda igazolni. Én azt mondom, egy nagy dolog, pláne olyan csapathoz, aki pár nap után igazolt a Watfordba, egy csatár 22 millió euró fizettek érte. Azért mondom, itt a klubok tudnak bárkit igazolni, de a Szabit igazoltak azért, mert kint volt, tudtak, mire képes, mikor kint játszott, nagyon jól játszott, oda tette magát, nem azért ment, hogy pénzt csak miatt pénzt keresni, hanem segíteni. És azért is klub minden megtett, hogy visszaszerezze. Amikor a Nemzeti Sportnak adtál interjút, ott volt egy kis táblázat, amelyből azért az kiderült, hogy akármikor lépett tovább Huszti Szabolcs, akármelyik korábbi klubjából, ott minden klub komoly jövedelmet tudott szerezni ezekből a továbblépésekből. Hát ez mutat, hogy a játékos, hogy a Huszti milyen játékos, mert nyilatkoztam példakép szerintem nálam,
megint mondom, nem azért, hogy most Kínából igazolt, hanem minden szempontjából az ő karrierre nézünk, hol volt, hol játszott. Emlékszem, mikor a Zenit bevittem, akkor a Zenit Európa Liga győztese volt, akkor már UEFA Kupa győztese volt, és akkor ugyanaz a Zenitnek olyan anyagi háttere volt, most is, de akkor is volt, hogy bármelyik játékos tudtak igazolni, és ott volt is meghatározó, hány külföldi játékos lehet a csapatba, és ők megvettek a Szabit. És az ő karrierje, illetve az, ahogy a klubjai nyilatkoznak róla maximálisan pozitívan, az mennyire segít a többi magyar labdarúgóval kapcsolatban, akkor, mikor például te elkezdesz járni a világban, és mondjuk a többi játékosodat is próbálod értékesíteni? Hát nagyon sokat. Én mindig mondom, hogy a minden magyar játékos, most tök mindegy, hogy inképvisel, hogy nem, bármelyik magyar játékos, hogy külföldön megy is játszik, most az Európán belül, Európán kívül, ha jól teljesíti, akkor ez csak segít a magyar játékosnak, a többi magyar játékosoknak, mert sokkal könnyebb lehet tárgyalni, sokkal könnyebb lehet egy magyar játékos ajánlani, ha lehet mondani, na nézzék, itt van egy Huszti, itt van egy régen Gera, Juhász Király, Zsuzsák, aki nagyon játszanak, és lehet Magyarországon is vannak, még mindig sok jó játékos. Nagyon kinyíltak a lehetőségek azzal, hogy Kína, Korea is lehet útirány, valamint hogy Amerikába is tudnak Magyarországról játékosok menni. Nikolics Nemányával kapcsolatban az ő átigazolásáról, mondjuk szakmai szempontból, hogyha elmondanád, hogy közelítettétek meg ezt a kérdést, mert ugye Kínát már többször átbeszéltük több játékossal kapcsolatban, Amerikáról egy kicsit kevesebbet hallottunk. Igen, több megkeresés volt Kínában, Európán belül is, de amit nyilatkoztam, és az, mikor felmerült ezt az amerikai lehetőség, én az egész edzőstáb ismerem, szerb a vezetőedző, pályaedző, meg kopos edző, és mikor velük beszélgettem, megmondták nekem igazából az ő elképzelésük, mert én úgy láttam, hogy amerikai futball csak fölfele fog menni, minden szempontjában, pláne szakmailag, mert úgy látom, hogy mostani játékos időszakban is a klubok meghoztak minőségi játékosok, nem csak nevek, nem sztárok, hanem minőségi játékosokat. És amikor Nemanjával beszéltünk erről, megmondtam neki a véleményemet, utána beszélt a vezető edzővel, és két órán beszélgettek telefonon, és utána ő mondta nekem, szeret Chicago menni, mert úgy látja, hogy ez a csapat most fölfele akar menni, mert az előző szezonban nem játszottak jó, nem jól szerepeltek, nagyon céljaik vannak, új lehetőség is, abszolút az új kihívás a Nikónak, mert ő minden csapatban, ahol játszott, minden országban volt, szeret gólkirály lenni, most is ezt szeret menni, tudom, hogy nem lesz könnyű, de én biztos vagyok benne, hogy ott tud kerülni a toppon. Azt mondtad, hogy szerb edzők, vezetők vannak ott, akikkel tárgyaltál. Mennyivel könnyebb vagy nehezebb Amerikában olyan vezetőkkel tárgyalni, akik Európából érkeztek, tehát sokkal jobban ismerik az európai, illetve a magyar viszonyokat is egy magyar labdarúgó szempontjából? Igazából a szerbek, a szerb az edzők, meg a pályaedzők, de én tárgyaltam a sportigazgató, aki egy ilyen fél amerikai, fél argentin. Azt mondom, hogy ez picit különös ez az amerikai szakker, nem futball, mert neki az amerikai futball, ez a más sportág, de nem mondom, hogy ez könnyebb. Azért, mert teljesen más szabályok vannak ott a ottani labdarúgó szövetség, az MLS igazából dönt minden szerződést ők írnak alá. A klubok tárgyalnak persze a pénzről, meg a sport szakmai dolgok minden, de a szövetségtől függ minden. És igazából most ők jobban megértenek a bizonyos dolgok, mint a kínaiak vagy koreaiak, de ez megint teljesen más, mint egy európai csapatot tárgyalni. És te hogy látod, az Európa-bajnoki siker mennyire segíti mondjuk a te munkádat, mennyire segíti a magyar játékosokat és az ő karrierjüknek a fejlődését, ugye az Európa-bajnokságon elért sikerek mondjuk azoknak a játékosoknak, akik ott voltak? Hát nagyon érdekes, mert a nyáron átigazolási időszak után én nagyon bíztam, hogy most már egy ilyen sikeres átigazolási időszak lesz, nem csak nekem, szerintem nagyon sok játékos ezt várta, hogy tovább fog menni, és ahogy láttunk, sajnos ez nem történt. Egy-két játékos sikerült elmenni, de a zöme maradt, ott áll volt, és
nekem is picit ilyen csalódás volt. Abszolút csalódás volt. Én is nem gondoltam, hogy ez fog megtörténni, pláne egy éveken keresztül dolgozom, és vártam ezt a pillanatot, hogy magyar válogatottnak legyen valami sikere, és akkor már könnyebb dolgozni, de sajnos ez mutatta, hogy ez nem elég. Ez egy európai bajnokság, egy siker, ez nem elég, vagy két-három jó meccset játszani, ez nem elég ahhoz, hogy a klubok most sorba állnak, és azt mondja, hogy na, kell nekem ez az, meg azt a játékos. Nagyon fontos, hogy egész évben folyamatosan, éveken keresztül a játékosok a saját klubjában, a válogatott is, a magyar csapatok is elérnek valami eredmény. Mert akkor igazából lehet mondani, na, ez nem volt egy ilyen csak véletlen dolog, hanem ez folyamat. De hála Isten, most télen sikerült egy pár játékosok, aki ott volt Európa-bajnokságot tovább vinni, de lássunk, nem Európán belül. Legyenek sikerek, én gratulálok az már elért sikerekhez, és kívánok továbbiakat. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.